Együtt könnyebb. Ez a jelmondata annak a sikeresen elbírált közel 97 millió forintos EFOP-os pályázatnak, melyet Jászberény város önkormányzata nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Nem volt mindegy, hogy egy olyan szakember gárdához tudtunk fordulni, akik már régóta foglalkoznak ezzel a problémákkal. Szatmári Antalni alpolgármester a Szer nélkül a teljes életért elnevezésű prevenciós program szakmai vezetője üdvözölte a konferencián és a projektben közreműködő szakembereket és a segítő szervezetek, intézmények vezetőit. A mai konferencia az első, és ez főleg a társszervezeteknek, van a szakembereknek, és mindazoknak az érdeklődőknek, akiket be tudtunk vonni, vagy be tudunk vonni majd az egész két év folyamán. És hát nyilván nagyon sokan foglalkoznak fiatalokkal, és hát a segítségünkre lesznek. A projekt fő célja a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, főként a szermentes életformát népszerűsítő programok számának növelése, azért, hogy minél kevesebben döntsenek úgy, hogy egy-egy szenvedélyt okozó szert kipróbálnak, vagy ha már mindezt megtették, minél kevesebben váljanak ismételt fogyasztóvá. Kellett készíteni egy iskolai óravázlatot, és ezt elkészítettem a 7-től a 12. osztályig, és az iskolákkal együttműködve, már megvan az együttműködésünk a tankerületi központon keresztül, és ebbe a programba, ebbe az óravázlatba nagyon sok minden benne van. Például az önismeret, az önmegvalósítástól kezdve a célkitűzések, a konfliktusok, a kommunikáció alapjaitól kezdve, és a szülőkkel való konfliktusainknak a felismerése. A pályázathoz kapcsolódóan Szer nélkül, éj szertelenül címmel hirdetett rajzpályázatot a Jászberényi Rendőrkapitányság megelőzési és tanácsadási konferencia, együttműködve a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal és a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretein belül működő Jászsági Szenvedélybeteg Segítő Szolgálattal. A rajzpályázat eredmény hirdetésére is a konferencián került sor, a beérkező rajzokat 5-tagú zsűri értékelte. A beérkezett pályamunkáknál azt vettük figyelembe elsősorban, hogy mennyire felel meg a pályázati kiírásnak, tehát hogy hogyan állítja szembe az egészséges életmódot, a különböző függőségek hatására módosult tudatállapottal, és a legtöbb pályamunka ennek fényében érkezett. Dr. Sinkó Káli Róbert a Jászberényi Kórház főigazgatója megnyitójában részletesen ismertette, a Szer nélkül a teljes életi projekt legfontosabb céljait, szintereit és azokat a prevenciós módszereket, amelyeket az elkövetkezendő két évben a pályázat résztvevői együttesen alkalmaznak a kitűzött célok elérése érdekében.